Most bemutatom, hogy a modernkori Magyarországon, ez alatt a numizmatikai pénzforgalmi értelemben az 1892-től számított időszakot értem, amikor bevezették a koronát, mely érméink voltak a leghosszabb és a legrövidebb ideig forgalomban. Egy rendszer társadalmi gazdasági stabilitását jól jelzi, hogy a pénzérmény mióta vannak forgalomban. Vannak országok, például USA, Svájc, Kanada, ahol ma is 100 évesnél régebbi, vagy akár 19. századi pénzekkel is lehet fizetni. Egyértelmű győztes a jól ismert 10 filléres és a Rákosi címeres 1 forintos, nekem csak a Kádár címeres van meg, de a címert leszámítva ugyanígy nézett ki a Rákosi 1 forintos is. Fej-fej mellett végeztek az élen csak nem 46 évnyi szolgálattal. Ezt a 10 fillérest 1950-ben vezették be, és 1996-ig volt érvényes fizetőeszköz, míg a Rákosi 1 forintos 1949 és 1995 között élt. Ha szigorúan vesszük a toplistát, a 2 filléres 2 hónappal többet szolgált, mint az 1 forintos. Egyébként ebből a korszakból a 2 filléresnek, 5 filléresnek és a 20 filléresnek is volt olyan változata, amely több mint 40 évig volt forgalomban. A mai érméink közül az 1992. június 20-án kibocsátott 5 forintos a legrégibb, több mint 27 éve van forgalomban. Az 1993-ban kibocsátott 10, 20 és 5 forintos valamivel fiatalabb. Ezeknek az érméknek még 19 év kellene, hogy behozzák a toplista élén levőket, de az euró várható bevezetése miatt ez feltehetően nem fog bekövetkezni. A negatív rekordot az egyik korábbi videómban már bemutatott alumínium ötpengős tartja, ami 1945-ben a hiperinfláció miatt mindössze 2 hónapig bírta. A pengő érmék egyébként se voltak hosszú életűek, 1926-tól 46-ig mindössze 20 évig volt a pengő Magyarország pénzneme. Az 1940-es sima szélű acél 2 filléres, azt most nem tudom megmutatni, a második helyezett a negatív toplistán a maga fél éves élettartamával. A forint korszakban az 1946-os 1 és 2 forintos bírta a legrövidebb ideig, mindössze 5 évig, mielőtt a Rákosi korszak elsöpörte volna őket. Később az 1967-es 5 forintos és a 90-es évek nagy 100 forintosa és ezüst 200 forintosai sem húzták sokáig, mindössze 4-5 évig. Az 1892-ben bevezetett korona érméink élettartama jellemzően 10 és 34 év közé esik, így sem a pozitív, sem a negatív toplistára nem került föl közülük egy sem.